Április 1-től emelkedik a régebbi Star Wars kötetek borítóára. Csap le most kiszemelt olvasmányaidra a szugics.hu-n, és húzd be 7% extra kedvezményt a Rixon kuponkóddal. Link a leírásban. Pár évvel ezelőtt készítettem egy videót a Star Wars képregényes fősodóról, illetve az egyéb képregényekről, ami viszont azóta már elég ilyen outdated vagy ilyen elavult videóvá vált, és nagyon sokan kértétek tőlem azt, hogy az újabb képregényekről, vagy úgy általánosságban a képregények rendszeréről készítsek egy új videót, most pedig elég időszerűvé vált, hiszen elindult az új képregényes fősodor is, ami már a Birodalom visszavág és a Jedi visszatér eseményeit köti össze, ahol már nem csak kettő sorozatból áll, ahogy korábban az új és a birodalom visszavág közötti fősodor állt, hanem már négyből, és sokkal több a crossover esemény is, ami a laikus olvasók számára eléggé megnehezítheti a dolgoknak az értelmezését. Szóval a mai videóban szeretnék egy átfogóbb képet adni arról, hogy pontosan hogyan épül fel a Canon Star Wars képregényeknek a rendszere. Néhány alapvető képregényes fogalmon is át fogunk menni, ami segít majd egy kicsit jobban átlátni a rendszert ebben az egészben, aztán pedig megnézzük, hogy melyik kategóriába milyen sorozatok sorolhatóak be, illetve egy kis segédanyagot is készítettem nektek ehhez, amire pedig majd a videó végén fogok visszatérni. Nézzük. A képregényes történetek legkisebb egysége a füzet. Egy füzetnyi történet olyan, mint például egy klónok háborúja epizód. Van olyan sztori, ami egyetlen füzetben, egyetlen kvázi epizódban kerek egész, ezeket one shot-nak nevezik, de a legtöbb egy-egy sztori egy összefüggőbb történetnek a része. Az egy sztori tartozó füzetek kötetekbe tömörülnek. Eredeti nyelven ezeket trade paper vagy röviden TPB-nek nevezik. Jellemzően 5-6-7 füzetet tartalmaznak, melyek egy összefüggőbb történetet mesélnek el. A magyar Star Wars képregények kiadásában a Szukics ezeket a TPB kiadásokat veszi alapul, annyi különbséggel, hogy még eredeti nyelven ezek puha kiadványok, ahogy nevük is mutatja, a Szukics kemény fedelesben adja ki őket. A tartalmuk viszont ugyanaz. Olykor az is előfordul, hogy egy vansott képregény is bekerül egy kapcsolódó témájú kötetbe, ám olyan vánsotok -ok is vannak, amik csak önmagukban elérhetőek, így ezek sajnos jellemzően magyarul nem jelennek meg olyan van shot, ami egy TPB kiadás révén magyarul is megjelent, például a Beket, ami a Hán szóló a birodalmi kadét nevű kötet részeként jelenhetett meg, révén, hogy mind a kettő történet a szóló filmhez kapcsolódik. Azokat a képregény sorozatokat, amelyek teljes terjedelmükben elférnek egy darab TPB kötetben, minisorozatnak nevezzük. Ezek az esetek többségében teljesen különálló sztorik, amik önmagukban is értelmezhetőek, de előfordul, hogy a történetük később visszaköszön, vagy folytatódik egy másik kötetben. Erre a legjobb példa talán a Han Solo a birodalmi kadét, mely egy teljesen önálló minisorozat, de itt bukkan fel először Beilert Valance karaktere, aki később a célpont véderminiben és a fejvadászok sorozatban is feltűnik. Ezek a sztorik viszont nem teljesen egymásból következnek, így egymástól külön-külön is értelmezhetőek. Minisorozat még például a széthasad a Birodalom, a Darth Maul képregények, a Galaxis Peremén és még sok más. A legnagyobb kategória az úgynevezett ongoing sorozat, mely jellemzően 10-20, akár 30 füzet feletti terjedelmű, több sztoriárból álló, így több TPB kötetben folytatólagosan jelenik meg. Ilyen például a Darth Vader a Sith Sötét Nagyura, mely négy kötetben jelent meg, vagy a köztársaság fénykora, ami viszont a korszak felépítéséből adódóan tök más kép épül fel, arra majd egyszer egy külön videót készítek. Az ongoing sorozatok egy speciális, legösszetettebb változata az, amit képregényes fősodorként szoktam emlegetni. A fősodor funkciója az, hogy összeköti az eredeti trilógia filmjeit. Az első 2015-ben indult eredeti nyelven, mikor a Star Wars képregények jogai visszakerültek a Marvelhez, és először az egy új remény, illetve a birodalom visszavág eseményeit kötötte össze. Ez összesen három sorozatból állt, a Star Warsból, mely Luke, Leia és Han kalandjait követte, még futott mellette két kísérő sorozat is. Ez először a Keiron Gillen féle Darth Vader sorozat volt, melyet aztán negyedik és egyben utolsó kötete után felváltott a Dr. Afra. A fősodor ongoing sorozatait nem csak az köti össze, hogy ugyanabban az időszakban játszódnak, rendszerint úgynevezett crossoverek is vannak közöttük, mikor történeteik egy esemény erejéig összefonódnak. Az első ilyen a Véder lezuhan volt, mely az első Star Wars sorozat és az első Darth Vader sorozat között volt crossover, később pedig a Star Wars és a Doctor Afra között is volt egy ilyen esemény, a Sikolyok fellegvára. Miután az első fősodor eseményei belefutottak a birodalom visszavágba, kezdetét vette az újabb fősodor, mely már nem csak kettő, hanem négy ongoing sorozatot tartalmaz, és a birodalom visszavág, illetve a Jedi visszatér közötti időszakot hivatott kitölteni. Ez a négy sorozat az újabb Star Wars, egy újabb Darth Vader, egy újabb Doctor Afra és a Fejvadászok című szériák. Amellett, hogy az új fősodor több sorozatból áll, több a crossover is közöttük, mely kicsit megbonyolítja a történetek értelmezését. Az első pár kötet után kezdetét veszi az úgynevezett Kira trilógia, mely összesen három crossover eseményből áll, melyek Kira az eredeti trilógiával párhuzamosan zajló különböző tevékenységeit mutatják be, főleg a birodalom ellenében. Ez a három crossover a fejvadászok háborúja, a már előrendelhető Vörös Uralom, illetve a harmadik, egyelőre magyar cím nélküli Hidden Empire. Ha ez nem lenne elég, ezután még egy negyedik crossover is érkezni fog majd valamikor. Mivel ez így még elmagyarázva is rendkívül összetetnek hat valószínűleg, így a tisztázás érdekében készítettem nektek egy Google táblázatot, melyben megtaláltok minden magyarul megjelent Canon képregényt, külön szedve a minisorozatokat, az ongoing sorozatokat köteteikkel együtt, illetve a két fősodort olvasási sorrendben a crossovereikkel együtt. Ezt a dokumentumot igyekszem majd később is frissíteni, hogy az újabb tartalmak is bekerüljenek, a linket hozzá pedig megtaláljátok a leírásban. Ezen felül a második fősodorhoz kapcsolódóan készítettem egy ábrát is, ami még egy kicsit megkönnyíti az egymással kapcsolatban álló sorozatoknak a felépítését. Ez az egész ötlet onnan jött számomra, hogy a Sukic megkért, hogy a blog oldalukra írjak egy bejegyzést ezzel kapcsolatban, az új fősodor felépítésével kapcsolatosan, és ahhoz készítettem ezt az ábrát, viszont úgy gondoltam, ezt a táblázatot is jól kiegészítheti. Habár ugyanazt tartalmazza, ami igazából fölötte is benne van a tábla azatos formában is, talán így ilyen ábrán még egy kicsit könnyebben értelmezhető. Így igyekeztem nektek minden lehetséges eszközt megadni ezen a videón felül, hogy esetleg egy kicsit jobban átlássátok azt, hogy milyen rendszer van egészen pontosan a Star Wars képregényekben. Mert ha valaki most csöppen bele ebbe az egészbe, annak valószínűleg tényleg eléggé összezavaró vagy kusza lehet ez az egész, viszont hogyha egyszer meglátod benne a rendszert, akkor utána nem olyan nehéz értelmezni, és be tudod kategorizálni, hogy mi hova tartozik, és mi miután játszódik ezt szeretném nektek megadni, vagy ehhez szeretném az eszközt a kezetekbe adni, hogy a továbbiakban ezt esetleg egy kicsit könnyebben tudjátok értelmezni. Remélem, hogy elérem majd ezt a célomat, azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek volna meg. Ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, akkor a szuper köszönettel, illetve a csatornatagság funkcióval csupán havi 400 forintért ezt is megtetitek. Sziasztok! Az erő legyen à l'attaque.